Március 16-án hétfő reggel lépett életbe az új tantermen kívüli digitális tanrend, amely a pedagógusokat és a diákokat is új kihívások elé állította. A legtöbb tanár szerint jó döntés volt, hogy nem iskolaszünetet rendelt el a kormány, és a tanulók sem csüggettek, hiszen korábban is előfordult már, hogy egy online felületen keresztül kaptak teszteket, feladatsorokat és kiegészítő tananyagokat. Az új oktatási rendet sikerült nyugodt körülmények között beindítani, az elrendelése után 2 nap alatt. Az első 2 napban a rendszerszerűen használandó digitális felület és a hozzá tartozó szabályrendszer kialakításán volt a hangsúly. Miután ez megtörtént, áttekinthető rendben elkezdődött a munka. Március 16-án hétfőn indult ez az új digitális rend. Önmagában véve ennek ugye nem kellene örülnünk. Én viszont azt mondom, hogy miután odáig jutottunk, hogy nyilvánvalóan a gyerekek nem tudnak bejönni az iskolába, ugye országosan ez a helyzet alakult ki, így ez egy nagyszerű lehetőség arra, hogy foglalkozzunk még velük továbbra is, hogy valamiféle rendszert vigyünk az ő életükbe is, a saját életünkbe is. Nagyon jó lehetőség arra, hogy tudunk tovább dolgozni, tehát a munkánkat valamilyen szinten tudjuk tovább végezni. Az intézmény rendelkezett ehhez a szükséges tárgyi és szellemi kapacitással, a különféle alkalmazásokat pedig úgy válogatták, hogy ne okozzon gondot a tanítványaiknak se. Amikor egy ilyen új rendszerbe kell vezetni, akkor nagyon oda kell figyelni arra, hogy számba vegyük pontosan az erőforrásainkat, és itt különleges dolgok is előtérbe kerülnek, amik sajnos most már ebben a mai világban egyre inkább háttérbe szorultak. Mindenféleképpen meg kell említenem, hogy a gimnáziumunkban léteznek, illetve rendelkezésre állnak azok a technikai feltételek, amivel ezt a digitális oktatást el lehet indítani, viszonylag jó színvonalon. Meg kell említenem erőforrásként a kollégáimban és a tantestületben meglévő szellemi potenciált, aminek úgy gondolom, hogy sosem volt hiány ez a gimnázium, ezt maximálisan kell használnunk. Meg kell említenem azt is, hogy a diákjaink is és a családok is viszonylag jó körülményekkel rendelkeznek így digitális téren is. És amiről az előbb beszéltem, hogy előtérbe kell, hogy kerüljenek dolgok. Most nekünk segítenünk kell egymást, és nem az a lényeg, hogy egy ilyen újonnan bevezetett digitális oktatási rendet úgymond csúcsra járassunk, hanem hogy segítsünk ezzel egymásnak is, a családoknak is, és mindenféleképpen emberséggel kell egymás felé fordulnunk, és mindenféleképpen jó szándékot kell egymás iránt tanúsítanunk, és úgy gondolom, hogy ezek azok az erőforrások, amik most talán a legfontosabbak, mert ezekre lehet leginkább. Az iskolavezetés folyamatosan nyomon kíséri a munkát, és az eddigiek alapján a tapasztalataik mindenképpen biztatóak. Igyekeznek mindenki felé segítő szándékkal és jó indulattal fordulni, mert ebben a nehéz helyzetben a tanítványaik és a kollégáik családjainak egészsége a legfontosabb. Rögtön az első napon meghatároztunk egy hétre szóló feladatot, ezt még a hagyományos technikával küldtük ki, tehát e-mailen, Facebookon, egyéb közösségi oldalakon, és akkor ez alatt a néhány nap alatt kellett összeállítanunk egy olyan eljárásrendet, ami több helyi szabálynak a meghozatalával járt, ami alkalmas arra, hogy most hétfőtől már egy olyan digitális felületen rendszerezett formában történjen minden, ami nyomon követhető számunkra is, és a diákok számára is. A jogszabály, amit ugye főleg a minisztériumból érkezett felénk, az elég tág lehetőségeket ad ennek a dolognak a végrehajtására, és nagyon sok olyan helyi szabályzást kellett meghozni, nyilván írásban, igazgatói határozatok formájában, ami kisebb-nagyobb mértékben pontosan ezt a dolgot szabályozza. A felület úgy gondolom, hogy jól működik, a feladatokat a diákok kapják, a visszajelzésekből látjuk, hogy működik a rendszer, tehát érkeznek visszafelé a megoldások, a kérdések. Nagyon fontos az osztályfőnököknek a szerepe, hogy egy kicsit úgymond lelkileg is támogassák ne csak a tanulót, hanem a családokat is. A napi oktatás mellett kidolgozták a számonkérés újfajta rendszerét is. A
A következő hetekben fokozottan figyelnek a végzősökre is, hiszen nekik egy hónappal hamarabb van tanév végizárás, majd megkezdődik az érettségi. De még új információnk nincs, addig mi készülünk ezekre a dolgokra. A nyelvvizsgák szünetelnek jelenleg, ugye nem is tehetünk mást. Az érettségivel kapcsolatban pedig várjuk a döntést, hiszen a nyakunkon van. Nem tudjuk, hogy pontosan mi fog történni. Nyilván, amíg nem tudunk mást, addig mi készülünk, és ebben az egész digitális oktatási rendben a legnagyobb hangsúlyt megpróbáljuk a végzős diákjainkra, tehát a 12-es tanulóinkra fektetni, hogy minél több mindent át tudjunk adni nekik még abból a tananyagból, amit az érettségén hasznosítani fognak. Az átmeneti időben a nyelvvizsga helyként is működő iskolában a nyelvvizsgák elmaradnak. Erről időben értesítették a jelentkezőket is.